Az összegyűlt lovasok és a falu apraja nagyja felvonulással űzte el a Telettót faluban. A kicsik Katica bogárnak, báránykának, hercegnőnek öltözve vonultak végig a falu utcáin. Mi egy pókembert kaptunk mikrofon végre. Zene, játékok, lehet venni fánkot, lángost. A rendezvényről a hagyományos farsangi fánk sem hiányozhatott. Kálmán Bernadett jóvoltából lekváros és eurókrémes ízesítésben is készült fánk a felvonulók részére. A farsangi fánk az állítólag a szallagos fánk a farsang, és azt úgy csináljuk, hogy kevesebb zsírba sütjük, és mikor megfordítsuk, mind a két fele piros, a közepén meg van egy olyan szallagszerű valami. Tejjel, tojással, liszttel, élesztővel. Hagyományos fánkot csináltunk különben. Tótfaluban az elmúlt időszakban több hagyományápoló rendezvény is volt. A szervezők célja pedig, hogy ezek által a régi szokások, hagyományok ne merüljenek feledésbe. Ilyen a lovas farsang is. A lényeg ugyanaz, mégpedig az, hogy jól érezzük magunkat, elzavarjuk a telet, elsirassuk a lovat és eltemessük. Ez egy régi tiszamenti hagyomány, ezt mindenféleképpen szeretnénk újra visszahozni a köztudatba. A rendezvény zárásaként a kiszebábot is elégették, ami a babona szerint megszabadítja az embereket minden bajtól. De már fönt meg föltámad.